Érkeznek a lovas zarándokok Tolna főterére. Érdről indultak, hogy 10 állomást érintve végigjárják azt az útvonalat, amin II. Lajos magyar király serege is haladta a mohácsi csata előtt. A lovasok között Tolna megyeiek is voltak. A Rádi József Huszár Bandériumot Tolna és a város környéki lovasok alkotják. 22 éves az egyesület, 1999 novemberében alakult. Körülbelül 16 fő, abból aktív ilyen 12 fő lovas tudunk kiállítani. Talán Dél-Dunántúl legaktívabb Huszár Bandérium mi vagyunk. Tolnán a városvezetői frissítővel várták a lovasokat. A hagyomány szerint a zarándokok minden településen, ahol megállnak, megkoszorúzzák a mohácsi csatának emléket állító táblát. Tolna különösen fontos állomás volt 1526-ban. A királyi csapatokhoz ugyanis a városban rengeteg katona csatlakozott. A király maga egy viszonylag kis létszámú sereggel, kb. 1000 fővel indult el Budáról. Itt viszont már olyan 14-15 ezer főre gyarapodott a sereg, tehát itt volt a főgyülekezési pont. A lovas zarándokok mohácsi érkezésük előtt Tolna megyén áthaladva Paksot, Tolnát, Szekszárdot és Bátát érintették.